Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, mai vendégünk pedig Stumpf Bíró Balázs összeomláskutató. Itt van velünk a stúdióban, jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok, én köszönöm a lehetőséget. A nyár közepén beszélgettünk már egyszer, az annak a videónak a nézettsége nagyon szép, pont most itt az adás előtt ránéztünk, lassan eléri a 200 000-et, és sok visszajelzést is kaptam azzal kapcsolatban, hogy hívjuk újra, hogy vannak még bőven az emberekben kérdések, és láthatóan foglalkoztatja az a magyar társadalmat is, hogy mit hoz a jövő, mire lehet számítani. Ugye azt hangsúlyoztuk az előző adásban is, hogy ő nem jövőkutató, hanem összeomláskutató. Ma egy olyan téma kapcsán indulunk el, ami talán szintén akár az összeomlás felé is vezethet, aztán majd kiderül. Ugyanis a múlt héten tette közzé az ENSZ népesedési alapja, hogy elérte az emberiség létszáma a 8 milliárdot. És azért is érdekes, mert 1928-ban 2 milliárdan voltunk, és innen nem egészen 100 év alatt jutottunk el a 8 milliárdig. Nem szeretném megismételni az előző beszélgetésünket, úgyhogy inkább ajánlom a hallgatóknak, hogy hallgassák meg, hogyha bizonyos fogalmakra kíváncsiak. Ugyanakkor beszélgettünk akkor arról, hogy a folyamatok exponenciálisan felgyorsulhatnak. Az, hogy 100 év alatt ilyen mértékben növekedett az emberiség létszáma, az ennek az exponenciális gyorsaságnak a következménye? Közvetetten igen. A folyamatokat kezdetét vissza kell vezetni oda, hogy az emberiség felfedezte a mezőgazdaságot, majd idővel a szénhidrogéneket. Az ezekből megnyert, kisbefektetéssel, nagy mennyiségben megnyert, illetve tárolhatóvá, és ezzel később felhasználhatóvá vált energia tette lehetővé, hogy a Föld nyersanyagait, ásványkincseit, természeti erőforrásait lényegében korlátlanul kiaknázzuk és kizsákmányoljuk. Ennek a prosperitásnak az eredménye lett az emberi jólét, és az emberi jólét fejlettsége többek közt az egészségügy és az élelmiszeripar fejlődésével együtt magával hozta aztán következményképp a népesség emelkedést is. Azért is érdekes, mert ha a népesség emelkedésnek a pontjait megnézzük, akkor nem Európában növekszik a népesség, hanem látszólag azokon a helyeken, ahol nem is annyira aknázzák ki az erőforrásokat. Ez miért van? Ez ugye... Ennek alapvetően két oka is van, egy gyakorlati és egy mentális oka. Az utóbbi, tehát a mentális ok inkább arra vezethető vissza, hogy a fejlett világban eluralkodott az individualizmus. Tehát alapvetően én vagyok a fontos, meg az igényeim. A közösség az egy másodlagos dolog, vagy éppen harmadlagos. Márpedig a család, főleg ha nagyobb acska, akkor az is közösségnek számít. Illetve áttevődött a mennyiségről a minőség irányába a hangsúly. De ez akár még jó is lehetne, nem? Hát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy jó, hiszen nem az a lényeg, hogy 8 gyerek legyen, hanem legyen 2, de azt tanítassuk, az olyan életszínvonalat élhessen, és aztán olyan szintű szolgáltatásokat adjon vissza a társadalomnak azzal, hogy eléri azt a fajta kognitív szintet és azt a fajta műveltségi szintet, hogy a közösség számára képes visszaadni. De az előbb említett ugye két pont, hát ez volt a mentális, a gyakorlati oka sokkal inkább az, hogy a múltban, itt nálunk is, és a fejlődő világban mind a mai napig a gyermek az erőforrás, és egy... Hát tulajdonképpen használati eszköz, ami gyorsan fogyó eszköz. Ez mit jelent? Ez pontosan azt jelenti, hogy például Afrikában vannak mai napig olyan törzsek, ahol 4-5 éves korukig nem adnak nevet a gyermeknek, mert akkora a gyermek halandóság. Tehát a gyermek fogyó eszköz is, és mindemellett erőforrás. Tehát azért kell belőle sok, mert szükség van a fizikai munkájára, ahhoz, hogy a család mint egység működjön, és azért is kell belőle sok, mert hát nem tudjuk, hogy egyáltalán meddig fog élni. Viszont ez régen is így volt. Sőt, még inkább így volt. Most viszont hirtelen az van napirenden, hogy
túl sokan vagyunk, ugye 8 milliárd, arról is beszélhetünk, hogy ez tényleg túl sok-e, de ezzel párhuzamosan van egy ilyen nagyon érdekes kettőség, hogy nyilván mindenki a saját gyermekét szereti, és büszke rá, és nyilván, de hogy emellett meg ugye az emberiségre kollektíve azt mondjuk, hogy egyre többen vagyunk, és a Föld ezt nem fogja bírni. Ez hogy oldható fel ez az ellentmondás egyáltalán feloldható? Hát van itt ellentmondás, igen, bőven. Először is ugye, ami a Földet terheli, elsősorban a földi ökoszisztémákat terheli, az nem feltétlenül és elsősorban a földi lakosság mennyisége, tehát nem a darabszáma, hanem az életmódja és a fogyasztása. Ennek a többségét, tehát mondjuk nagyságrendek felét, a vagyonilag a felső 10%-ba tartozó kör viszi el. Tehát a top 10%-a... Tehát 800 millió ember fogyasztja az erőforrások felét, és ennek megfelelő a kibocsátás is, tehát a szennyezés, ez mindig összekapcsolódik. Na most, amikor a felső 10%-ra gondolunk, akkor az embereknek ugye beugorhatnak a különböző milliárdos mogulok a szilíciumvölgyben. Hát ki kell ábrándítanom mindenkit. Igaz, hogy nem ezzel az euró árfolyammal számoltam, de ha bármelyikünknek a tulajdonában levő vagyona, ami alatt értek ingatlant, ingóságot, készpénzt, bármit eléri, vagy meghaladja a 26 millió forintot, akkor benne vagyunk a top 10%-ban. Tehát itt rólunk akinek van egy lakása, meg egy pontosan, autója, az nagyjából már... Akinek már ingatlanja van, az jó eséllyel benne van a világ top 10%-ában. Milyen jó érzés ezt hallani, ugye? Tulajdonképpen a top 10. De egyébként meg, ha azt nézzük, hogy mi a helyzet a fejlődő országokban, Indiában, Kínában, Afrikában, az életszínvonalat tekintve, akkor meg valóban ez egy abszolút reális dolog. Csak ugye ön is említette azt, hogy akkor ezek szerint, ha normálisan fogyasztanánk, akkor a Föld az energiaforrásai kevésbé lennének kiaknázva. Ez azt jelenti, hogy a Föld korlátlan mennyiségű embert elbírna? Ez egy teoretikus, elméleti kérdés, de igen, vannak számok, amikkel lehet játszani. Jelenleg, ha azt mondjuk, hogy... Tehát ugye itt két fogalmat meg kell ismerni, az egyik az ökológiai lábnyom, az, hogy mennyi erőforrást fogyasztunk fejenként, a másik pedig ennek az ellentéte, hogy mennyi erőforrást fogyaszthatunk optimális esetben. Ez jelenleg 1,6 hektár lenne, ugye földterületben megadva. Per ember? Per év. Így van. Tehát a 8 milliárdra megadva. Ez megfelel Jamaica vagy Mali lakosságának a fogyasztásának. Ugye? Csak hogy értsem, ez azt jelenti, hogy ha teljesen beterítenénk élelmiszerrel, vagy bevetnénk. Nem, inkább úgy mondanám, hogyha ez a 8 milliárd ember egytől egyig azon a színvonalon élne, hogy egy átlagos polgár Maliban vagy Jamaicán él, akkor elvileg fenntartható lenne ez a fogyasztási rendszer, nem fogyasztanánk többet, mint amit a Föld megtermelni képes. Persze ez továbbra is egy elméleti kérdés, de persze, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk úgy élnénk, mint Indiában, ahol 0,6 hektár, akkor lehet, hogy még többen is lehetnénk. De hát ehhez az 1,6-hoz képest ugye Magyarország 3,8, tehát már itt megduplázzuk, egy jó amerikai már 8,1, Luxemburgban meg 13 hektár, tehát ezért a diszproporció, tehát nagyon aránytalanul van elosztva minden. A jólétnek a különböző ilyen számaránya, az egyenesen arányos azzal, hogy mennyire zsigereljük ki a Földet? Vagy lehet úgy is jólétben élni, hogy közben meg nagyon kíméletesen bánunk az erőforrásokkal? Itt ez egy fogalmi kérdés, azt kellene tisztába tenni, ez az, ami itt biztos nem fog most sikerülni, és nem fogjuk tudni ráerőltetni az emberiségre, hogy mit is jelent a jólét. Mert azért itt elvileg, vagy optimális esetben messze többről van szó, mint hogy mennyi pénzt keresek, mekkora autóm vagy házam van. De jelenleg ez utóbbi van központban, tehát a fogyasztás léptéke, mértéke és a birtokolt eszközök értéke adja meg, hogy én milyen jó létben élet. Holott, erről talán a múltkor is beszéltünk, hogy azért itt egyfajta egyensúlynak kellene kialakulnia, ahhoz pedig drasztikusan el kellene tolódni abba az irányba, hogy a mentális egészségünk is rendbe kerüljön. Például az, hogy szeressenek
és szerethessek. Ez egy rendkívül fontos érték, ami én úgy érzem, hogy ma eléggé háttérbe szorul. És valahogy egyébként ez össze is függ, most olvastam egy pszichológusnak a könyvét, aki elmesélt egy páciense történetét, aki minden egyes alkalommal vásárolt online, amikor csak tehette, online vásárolt, és elkezdték feszegetni, hogy miért alakult ez ki, és kiderült, hogy minden egyes esetben, amikor érzelmi trauma érte, mert a férje nem szólt hozzá, vagy mert a családjától elutasítást kapott, akkor ezzel jutalmazta magát, hogy vett egy újabb cipőt, egy újabb ruhát és egy újabb valamit. Tehát nagyon sokszor a lelki okok igenis összefüggnek a fogyasztásnak a kérdésével. Abszolút, ez egy kompenzációs mechanizmus, ugye hirtelen megemeljük a dopamin szintünket azzal, hogy megjutalmazzuk magunkat, hiszen ezt én most megérdemlem, meg is tehetem, akkor miért ne tegyem meg. De hát ennek megvan az a tulajdonsága, hogy akárcsak a szénhidrát gyorsan átszalad rajtunk, és egy nagy ürességet hagy maga után. Úgyhogy ez tény és valahogy így működik, ráadásul maga a rendszer, amiben élünk, az ezt gerjeszti. Ebből él szegénykém a fogyasztói kapitalizmus, beleértve a reklámot is. Ugye ez egy nagyon érdekes, hosszas folyamat az első világháború utántól indul, amikor hát elsősorban az Egyesült Államokban óriási túltermelési válság alakult ki. Olyan léptékben a gépesítés és az automatizáció magához képest akkor átugrott, hogy nem volt meg a megfelelő fogyasztás a túloldalon, ezért túltermelés jelentkezett. Erre feltalálták ki a reklámot, hogy az emberek rájöjjenek, hogy nem csak meg tudják venni, de hogy nekik szükségük is van arra. Amikor ez került túlsúlyba, akkor viszont már az anyagi eszközeik nem voltak meg hozzá, hogy a vágyaikat teljesítsék, na akkor jelent meg a hitel. Tehát ez egy érdekes ördögi kör, aminek hát valamilyen szempontból a vége fele járunk, de az, ahogy most állunk, mint társadalom, mint civilizáció, mint egyének, ebben ennek nagyon nagy szerepe van. Azt mondta, hogy a vége felé járunk, mikor és miért pukkadhat ki a lufi? Ugye, talán múltkoriban nem tudom, beszéltünk-e a Dmitri Orlov féle az összeomlás öt fázisának az elméletéről, talán nem annyira meglepő módon. Az első fázis az a pénzügyi válság. Azért, mert az elképesztő lufi, amit fújunk ebben a hitelbuborékban, ami működteti ezt a rendszert, és ha ebbe egy picit valaki belelát, vagy belenéz, akkor rájöhet, hogy ez egy kényszerpálya, tehát egyszerűen azért kell újabb és újabb hiteleket megtenni, mert ezt ugye az a jövőbeli termelés fedezete, ezért nem marad más út, mint a folyamatos növekedés. Folyamatos növekedés pedig nem lehet egy véges erőforrásokkal rendelkező bolygón. Az, hogy ebben a mostani civilizációban azért fordultak elő bőven gazdasági válságok, azok jelek voltak, vagy valójában már akkor össze kellett volna omlani gazdaságilag, csak valahogy még megpróbálják tartani a szekrényt két kézzel, és mesterséges módon megállították az összeomlást. Így van. Hát amíg ugye ez az első két fázis van, tehát ez az első, ahogy mondtam, és a pénzügyi, a második a kereskedelmi, tehát ezek ketten a gazdasági összeomlás fázisai, addig ez különböző gazdasági, illetve monetáris eszközökkel megoldható, mert változtatunk ezen azon, pénzt nyomtatunk. Mindig megoldható? Hát egy pontig biztosan, de amikor a közbizalom teljesen elvész ezekben a rendszerekben, akkor gyakorlatilag ezek értéktelenné válnak egyrészt. Másrészt, hogyha akár a kereskedelmi válság okán, akár, és ez idővel szintén el fog jönni, az erőforrások eltűnése és elfogyása kapcsán, azok a valódi értékek, amik kvázi az erőforrás, vagy mint másodlagos érték erőforrásból készült tőke, vagyis eszköz, bármi székasztal, amire szükségünk van, amikor ezekből, bármilyen okból hiány alakul ki, akkor gyakorlatilag eltűnik a pénz értéke is, hiszen akármennyim is van, ha nincs mit megvennem, akkor nem tudom megvenni azt. Hogy lehet, hogy most már kereskedelmi válság van?
Hát alapvetően benne vagyunk egy bizonyos fázisaiban, igen, tehát hiány állapot lép föl jó néhány dologból. Ez még nem elsősorban az erőforrások szűkülése miatt van. Itt egyszerűen a kereslet-kínálat aránytalansága, illetve a rendkívül rövidlátó emberi döntések, aminek egyébként oka az, ami tőlünk keletre zajlik, és minden egyéb, ami annak a következménye, hát ezekből ered. Úgyhogy igen, ez már tapasztalható. Mennyire lehet abban tudatosságot, ha még egy kicsit itt elidőzünk a gazdaság és kereskedelmi válságnál, hogy valakik a háttérben meg mégiscsak profitálnak azon, hogy ilyen vákumok és káoszok vannak, és ha már a szomszédunkban zajló háborút említette, hogy ott is érzékelni, hogy mintha bizonyos érdekköröknek nem a háború lezárása, vagy a béke, vagy a tűzszünet lenne a cél, hanem hogy folytatódjon a káosz, mert a káoszon lehet keresni. Ez kétségtelen. De mikor volt ez másképp? Nyilván, illetve remélem, hogy ennek a beszélgetésnek nem az elsősorbani témája, de én személy szerint azt gondolom, hogy egy háborút minél hamarabb lezárni nem így kell. Ebben teljesen egyetértünk. Persze ki se kellett volna törnie, de hogyha ez megtörtént, akkor legalábbis az én értelmezésemben a legeslegfontosabb és elsődleges cél, hogy minél hamarabb, minél kevesebb emberi és anyagi áldozattal bármi áron lezárjuk ezt a konfliktust, utána felelős vagy felelőtlen vezetőink térjenek vissza a tárgyalóasztalokhoz, és akkor a mi pénzünkön rajzolgassanak és iszogassanak, eszegessenek ott, és döntsék el, hogy mi legyen. De valóban nem ez a cél. Tehát erre szoktam mondani a kollégám nagy bölcsen, hogy mi emberek rendelkezünk azzal a képességgel, hogy még a legrosszabb szituáción is drasztikusan képesek vagyunk rontani. Hát én úgy érzem, hogy ez az, ami itt tetten érhető, és ez az, ami gyorsítja azt a folyamatot, ami egyébként az elkövetkezendő évtizedekben mindenképpen bekövetkezik. Na, hogyha már 5 pontja van az összeomlásnak, akkor lehet, hogy érdemes lenne a másik 3-at is elmondani. Hogy... Így van. A harmadik, vagyis a következő, az a politikai összeomlás. Amikor a pénzügyi és kereskedelmi összeomlás folyamán az a modern élet és az az ellátás biztonság, és nem véletlenül halljuk mi is a híradóban időről időre bármiről legyen szó, egyelőre most elsősorban energiáról van szó, de ilyen az élelmiszer kérdés, és hogy az ellátás biztonságot hangsúlyozzák. Ha az ellátás biztonság hosszú távon megszűnik, és ez egyfajta káoszba torkollik, vagyis legalábbis az emberek azokat a szükségleteiket, amiket megszokták, hogy biztosítva van, el kell menniük dolgozni azért, hogy pénzt kapjanak, hogy azokat megszerezzék, de ha ezeket a feltételeket teljesítik, akkor ilyen, olyan vagy amolyan szinten azt meg tudják szerezni. Ha ez a helyzet tartósan nem áll fenn, akkor az emberek elveszítik a bizalmukat a politikai rendszerben, a vezetésben. Nem úgy egy konkrét pártra gondolok, vagy bármiféle vezetőre, hanem magában az a politikai összeomlás, hogy valamelyik kormány összeomlik. Nem. Vagy... Maga az állam omlik össze. Tehát az államban veszítik el a hitüket, mint gondoskodó szervezetben, aki meg tudja védeni őket a különböző problémáktól. Ennek következménye az, ami ugye már múltkor említett Jem Bendel, a mély alkalmazkodás útnak indítója is többször hangsúlyozott, mint negyedik pont, a társadalmi összeomlás. Amikor hát tulajdonképpen az értékeink és az egymásba, mint emberbe vetett hitünk vészel, és kialakul a káosz, amitől a társadalmi összeomlás kapcsán leginkább tartunk, azt pedig ugye pánikba esett emberek tömege okozza, aki nem tudja, hogy került ilyen helyzetbe, mit kezdjen ezzel, meddig tart ez az egész, és mit csináljon, és akkor jellemzően érzelmileg felhevült állapotban hoz a saját életét, illetve a környezeti életét is befolyásoló döntéseket jellemzően rosszul. És hát az egésznek a vége, vagyis az ötödik pontja, az az úgynevezett kulturális összeomlás, amikor azok az alapvető emberi értékeink, amiket univerzálisnak tartunk, kérdőjeleződik meg, és amikor hát elvileg nem marad más, csak a túlélésre való kényszer. Nagyon érdekes az ön által elmondott sorrend, mert pont az utolsó, tehát a társadalmi és a kulturális összeomlásnak a nyomait, vagy az
omlasztásra tett kísérleteket, mint hogyha már most is látnánk. Kint van Vukics Ferenc a folyosón, akivel múltkor arról beszélgettünk, hogy a koronavírus járvány és az orosz-ukrán háború is a társadalom megosztására tett kísérlet. Kialakulnak oltottak, meg oltás ellenesek, meg oltásszkeptikusok, kialakulnak orosz pártiak, ukrán pártiak, és mindenki a saját társadalmi életében is egy konfliktusnak a része, egy háborúnak a része otthonról, a fotelből, meg a komment szekcióból. Nem félő, hogy a társadalom, főleg egy ilyen közösségi média által vezérelt világban, és a kultúra, azaz az értékek, miközben jön ránk egy csomó minden, előbb összeomlik, mint akár a politika, meg a gazdaság? Ja, természetesen bármi megtörténhet, de alapvetően ebben az értékszemléletben, amit itt felsoroltam, amin ez az öt lépés alapul, nem tartom valószínűnek. Természetesen a társadalom atomizálódik, ez nem egy frissen bekövetkezett folyamat. Vagy ez még semmi ahhoz képest? Igen, ezt is mondhatnánk, és én azt sem mondom, hogy ebben nincsen némi nemű tudatosság, meg hát mi ebben az új, divide et impera, de inkább akkor gyorsan kitérnék arra, lehet, hogy múltkor is mondtam, de a múltkori kommentek alapján azért nem árt ezt újra hangsúlyozni. Én akár hiszik, akár nem vagyok fizetett ügynöke senkinek, nem várom áhítattal az összeomlás bekövetkezését, és még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy nem vagyok összefüggés elméletnek mondta nekem valaki, és ez nagyon tetszik, de nem vagyok összeesküvés elmélet hívó. Nem azért, mert ne gondolnám azt, hogy akár igaz is lehet, csak mivel se pro, se kontra nem tudom bizonyítani, ezért minden ezzel eltöltött percet időpocséklásnak tartok és gondolok. Tehát a tényekből érdemes kiindulni? Igen, mert amennyire ismerhetjük meg a tényeket, igen, ebben a világban. Tehát itt az elidegenedés és az elidegenítés az egy rendkívül fontos dolog. Az egymás iránti bizalomnak a felőrlése, és általában az elhiteltelenítés. Ezt láthatjuk, hogy ez egy nagyon fontos eleme annak, ami most zajlik. Mindent meg kell kérdőjelezni, gyakorlatilag nincs konszenzus, és még most már azt sem mondhatjuk, hogy a tudomány, vagy a tudomány egyes alapvetései, akkor azok sziklaszilárdak, és ebben mind egyetértünk. Hányszor hallottam, vagy éppen olvastam a kommentek közt, vagy az előadásaim után, hogy jó, hát ezt a Darwin nevű fickót is már hányszor megkérdőjelezték, és már bebizonyították, hogy nem is úgy volt. Tehát a lényeg az, hogy az információ, és ez tény, ezt tapasztalhatjuk, tehát nem információhoz jutni kihívás a mai társadalomban, hanem annak a hitelességét megítélni. Ez gyakorlatilag szinte, ha csak nem én elhiszem, hogy ebben most én hiszek, és ezt elfogadom ténynek, hát ez gyakorlatilag szinte ma már lehetetlen. A másik, amit tapasztalok, hogy még szakértőknél is időnként, hogy jók az információk, vagy úgy tudjuk, hogy helyesek, de abból akár a saját életünkre, akár a világ jövőjére, helyzetére nézve, teljesen szürreális következtetéseket vonunk le, vagy vonnak le. Hogy azt vajon hogy tudja belőni az ember, és én ilyenkor mindig a Bibliát idézem nyilván a keresztény mi voltam miatt, hogy nagyon érdekes, hogy ott van ilyen, amikor az egyik bibliai részben van, hogy a szeretetünk annyira erősödjön, hogy megmaradjon a lényeglátó képességünk. És szerintem ez egy nagyon fontos dolog most ebben a korszakban, hogy lényeglátóak legyünk. Ez elképesztően fontos. Ebben csak egyetérteni tudok, illetve adódik a kérdés, hogy egyáltalán átlátjuk-e még valamennyire azt a világot, azt a rendszert, amit építettünk. Én nem hiszem, hogy bárki emberfia volna ezen a bolygón, de akkor itt bízom benne, hogy nem nyúlnak nagyon mellé, és amikor azt mondom, hogy Assisi Szent Ferencet próbálom inkább kevésbé, mint többé idézni, hogy ugye meg tudjam különböztetni azt, amire van hatásom, attól, amire nincs, és hogy bölcs szívet adjon a Jóisten ahhoz, hogy el tudjam dönteni a kettő közötti különbséget. Hogy ne foglalkozzam azzal, ami nem áll a hatásom alatt. És ez nagyon sokszor így előadásaim után is el kell mondani, hogy
amikor mentális rezilienciáról, tehát rugalmas ellenálló képességről, vagy sokkal szebben mondva lelki erőről beszélünk, amiről azt gondolom, hogy ezen folyamatok kapcsán a legnagyobb szükségünk lesz. A frusztráció az egy nagyon fontos forrása annak, hogy rosszul érezzük magunkat, már pedig az fakadhat abból nagyon gyakran, hogy olyan célokat tűzünk ki magunk elé, amik eleve irreálisak. És akkor ilyenkor szokták megkérdezni tőlem az előadások után, hogy akkor most ne gyűjtsünk szemetet szelektíven. Hát de ki mondott ilyet? Miért ne gyűjtenénk? Hát kinek ártunk azzal? Ja, mesék, amit én hallok, hogy akkor én már nem is végzem el az egyetemet, ha úgyis összeomlik minden, hiszen azt mondta a szakértő nálunk. Így van, és akkor inkább megkapom a hedonizmust. De hogy a szelektív szemétgyűjtésnél maradjunk, vagy bármi ilyen cselekedetnél, miért ne tenni? De milyen megfontolásból teszi? Tehát ha azért gyűjti szelektívan a szemetet, mert ő a világot, a földet akarja megmenteni ezzel, hát az, arra bátran mondhatjuk, hogy az egy irreális cél, és abból eleve frusztráció, csalódottság, depresszió fog fakadni. De ha azért gyűjtöm szelektívan a szemetet, vagy azért teszek bármit e tekintetben, mert így érzem helyesnek, akkor még többlet energiát, pozitív szemléletet is tudok ebből meríteni, erőt, és erre van itt szükség. Igen, ez a másik, amikor meg szokták kérdezni, hogy akkor most ezek után valóban akkor hát ne építsünk házat, ne vegyünk autót, meg ne tanuljon a gyerek, de miért ne? Csak ismerjük meg a valóságot, ami körülvesz minket, ezeket a folyamatokat, az összefüggéseket értsük meg, amik befolyásolják az életünket, azt, hogy ezek milyen következményekkel lesznek közvetlenül ránk és a szeretteinkre nézve, majd ha ezt megtettük, akkor ennek a szemüvegén keresztül döntsük el, hogy oké, építkezünk, de biztos oda a legideálisabb? Biztos akkorát kell építenem? Biztos olyan technológiával, olyan anyagból, autót, hát vegyen autót, de biztos olyan típusú autót kell vennie? Tanuljon a gyerek? Hát miért ne tanuljon? De mi az, amit tanulhat, ami olyasmi, ami esetleg megváltozott körülmények között is az életét segíti? Tehát nem arról van szó, és nem is reális, azt gondolom, hogy az emberek dobjanak el kapát, kaszát, meg hát miért tennék? Hanem alapvetően egy érdemes, nem kell, érdemes egy picit másképp, más szemszögből végig gondolni, hogy mit jelentenek ezek a dolgok az ő életükre nézve, és ebből milyen döntések következnek rájuk. Viszont a különböző civilizációk összeomlásánál mindig tapasztalható volt az embernek a messianisztikus küldetés tudata, hogy megváltsa önmagát. Aztán ez eddig nem sikerült. Most az utóbbi időben több Harari-t olvasok, többek között a Homo Deus-t, és ott is vannak ilyen forgatókönyvek, hogy hogyan lehetne bebiztosítani az örök életet, vagy a tudásnak a felsőbbrendűségét, vagy akár a vallások fölött álló társadalmat. Ugye neki nagyjából azt vezeti le, hogy a vallás után egy ilyen egységes globális kormány lehet az, ami össze tudja tartani az egész világot, és itt merül fel a kérdés, hogy ez mennyire jó, ha az ember megpróbál messiást játszani, ez egy illúzió, hogy meg tudja magát menteni, vagy meg tudja magát menteni az emberiség? Hát, ha így is lenne, mi volna az ára? Illetve ez az egész koncepció ugye azt a már jól belénk rögződött megközelítést példázza, hogy ugye van a természet, meg mi lebegünk felette. De hát ez rendkívül messze áll a valóságtól. Hogy van a valóság? Hát az, hogy mi a természet részei vagyunk továbbra is, egyfajta állatokként, de ami még fontosabb, hogy például azt, amit a túlélésünkre szükséges, annak 95%-a a termőföldből származik. Tehát azokat az ökoszisztéma szolgáltatásokat, amiket a természet nyújt nekünk ilyen, olyan vagy amolyan formában, azt nem tudjuk nélkülözni. Tehát lehet itt még 5 technikai forradalom, lehet végtelen energiánk, a természet részei vagyunk, attól nem tudunk egyszerűen leválni, és azt gondolom, hogy elég korszerűtlen az a szemlélet, hogy ugye ott van a jóisten, mi állunk alatta, meg aztán minden alávetett jószág azért van, hogy minket szolgáljon. Nem, itt sokkal inkább egy mellérendelt viszonynak kellene, vagy kellett volna kialakulnia, de hogy inkább a kérdésére próbálják felelni, ezt én egy elképzelhető útnak tartom, a
globális elit számára. De hogy ez tömegek esetében ez nem fog bekövetkezni, ez biztos. Tehát már most fogalmunk sincs, hogy az elit birtokában milyen fajta erőforrások vannak, és itt messze nem csak pénzről beszélek, hanem tudásról, információról, hatalomról, bármiféle ismeretről. Képzeljük már ezt, hogy hol fog ezt tartani 10 év múlva, 20 év múlva, 30 év múlva. Ugyanakkor az a fajta olló, ami leginkább zárva, tehát a két réteg, a középréteg, meg aki alatta volt, és az valamikori, mindenkori elit, legközelebb egymáshoz a 20. század második felében, az 50-es, 60-as, 70-es években volt a nyugati társadalmakban. Azóta ez az olló drasztikusan nyílik, és olyan iszonyatos tempóban nyílik, hogyha semmi másról nem beszélünk, sem erőforrások kimerüléséről, sem éghajlatváltozás következményeiről, önmagában ez egy olyan ketyegő időzített bomba, aminek meg lesznek a következményei. Soha nem gondoltam volna, hogy a Ne nézz fel című filmből fogok idézni, nem tudom, hogy látta-e. Egyébként megnéztem a múltkori filmet, a Platformot, amit ajánlott. Nagyon köszönöm. Nagyon nagy hatással volt rá. Na, a Ne nézz felnek be van hasonló, hogy az elit kitalálja, hogy hogyan tudja magát átmenekíteni egy bolygóra. Most elszpoilerezem a végén, és aztán ott nagyjából három ott perc alatt véget ér a történet. És szerintem nagyon fontos, amit a természettel kapcsolatban mondott, hogy mondjuk az én generációm, aki már a virtuális világban jobban él sokszor, mint a természetben, és nekem van olyan ismerősöm, aki nem tudta megkülönböztetni a kecskét a birkától, mert azt hitte, hogy a birka a nő, a kecske meg a fiú, vagy a nőstény meg a hím, és minden virtuálisan zajlik, hogy ebben az esetben nagyon hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a természet az arra való, hogy legyen zöldségünk, gyümölcsünk, húsunk, kiaknázzuk, stb., de amúgy mi meg majd a virtuális térben szoftveresen elboldogulunk. De ez egy illúzió valóban. Abszolút illúzió, amit nyilván a végletekig lehet, és amit a végletekig fogunk is húzni. Egyébként akkor köszönöm szépen, hogy megnézte, akkor ajánlok még egyet önnek is, meg a hallgatóknak is. Ez a fekete könyv, vagy a nem a fekete könyv, a fekete tükör, a Black Mirror című sorozat, ami szintén ott tekinthető meg, azt hiszem a Netflixen. Ezek önálló részek, tehát nem összefüggőek. Nincs bennük sem éghajlatváltozás, sem semmiféle összeomlás. Egyszerűen azt a korszakot testesítik meg az egészen közeli jövőben, amitől én személy szerint leginkább tartok, ahol egy techno-autoriter állam alakul ki, vagy éppen nagy magáncégek kezében kerül a technológia, és hogy milyen módon uralja el és befolyásolja a technológia mindennapjainkat, gyakorlatilag zár börtönbe minket úgy, hogy közben természetesen polgárjogaink elméletben megmaradnak. Rendkívül nyomasztó, úgyhogy ugyanolyan jó szívvel ajánlom, mint a Platformot, nagy következtetéseket lehet belőle levonni. De valóban ez mind illúzió, és erről eszembe jut egy hasonló témában működő amerikai szakember, mint amivel én foglalkozom, de hát ő valóban kiemelkedő ezen a területen, ezért egy ilyen zárt megbeszélésre meg is hívták a Silicon Valley-i nagy tollak, és ők készült is egy becsületes prezentációval, látom, hogy sajnos senkit nem érdekelt. Az ő alapvető kérdésük az volt, hogy ők hogyan élik túl, el tudnak-e repülni a Marsra, vagy ha itt kell még meghúzniuk magukat, akkor milyen esélyeik vannak, vagy lefelezzék-e az emberiséget, mert azzal előrébb jutnak, és egyáltalán a fő kérdés az volt, hogy akkor, ha mégis a kis bunkereikben valahol egy távoli szigeten elbújnak, akkor hogyan fognak tudni meggyőződni a hűségükről, azoknak az embereknek a hűségéről, akik kiszolgálják és megvédik őket a tömegektől. És hát jobbnál jobb ötletek jöttek a robbanó nyakörvtől kezdve, mire az előadó teljesen elhűlt, és azt mondta, hogy hát bánjanak velük emberekként. Na, ez nem merült föl ott abban a társaságban, tehát azt már többször elmondtam, hogy Bajuszka óta tudjuk, hogy egy ember halála tragédia, egy millió és statisztika, ne gondoljuk, hogy a jövőben ez másképpen lenne. És akkor most jön az, ami szintén nem az összeesküvés elmélet része, csak néha azt szokták mondani, hogy csak azok tesznek fel ilyen kérdést, hogy
korábban is beszéltek már arról, hogy az elit úgy látja, hogy túl sokan vagyunk a Földön, ugye most már 8 milliárdan, és hogy a javakat valójában néhány százmillió ember is meg tudná nekik termelni, és akkor ők úgy is boldogan élnének. Akiknek nagyon élénk a fantáziájuk, ők ugye azt mondják, hogy erről szólhat a koronavírus járvány, erről szólhat egy csomó népesség szabályozó dolog, sőt, akár a háború is, sőt, hogyha, és nyilván soha ne legyen ilyen, nukleáris háború alakulna ki, akkor az is egy ilyen lépés lenne. Felmerülhet a kérdés, hogy van-e szándék a világ elitjének, és most nyilván az eszközöket hagyjuk, de most, amit ön mondott, amiatt kérdezem, hogy ők is feltették azt a kérdést, hogy mi van, ha az emberiség létszáma lecsökken, hogy lehet-e szándéka, akár jó szándékból a világ elitjének a népesség csökkenésre, mert például, hogyha olvasom a globalista sajtót, akkor ott ez a 8 milliárd is úgy van tálalva, hogy jaj, mind meghalunk. Tehát, hogy ennek ez a végeredmény, és túl sokan vagyunk, nagyobb hangsúlyt kell fektetni a születésszabályozásra, a fogamzásgátlásra. Egyébként én a harmadik világbeli országokban ezzel egyet is értek, csak a szándék a kérdés, hogy felezzük le, negyedeljük a lakosságot, vagy ez tényleg egy ilyen humanitárius, jó tett dolog? Hát annak a másik 4 milliárdnak nem gondolom, hogy ez egy jó hír lenne, bármilyen jó szándék is vezérli. Az előbb említett példa alapján, akik ilyen döntéseket hoznak, vagy hoznának, ők nem embereket látnak, hanem számokat látnak. Az előbb elmondtam, mit gondolok az összefüggés elméletről, de játszunk el a gondolattal, hogy azok, akik az erőforrások, az információk birtokában vannak, ők arra a következtetésre jutnak, hogyha lefelezik a Föld népességét, akkor X időt nyerhetnek saját maguk és az utódaik számára, ameddigre lehet egyébként, hogy a mesterséges intelligencia majd megoldja helyettük ezt a problémát. Hát ez ugyanaz a túlélési kényszer, ami bennünk is munkál, csak nekik megvannak a lehetőségeik. De hát itt a lefelezésről ugye a Marvel univerzumból Thanos jut eszembe, ugye meg az a több részen átívelő küzdelem, hogy akkor megszerzi az összes követ, és akkor csettint egyet, és ezzel az univerzumot lefelezi. Na hát erről nagyon érdekes tanulmányt olvastam nemrég, hogyha most 1974 környékén voltunk, azt hiszem 4 milliárdan, tehát ha most Thanos csettintene egyet, és újra 4 milliárdan lennénk, de maradna a gazdaság szintje, a világ működése ugyan ezen a ponton, ahol most tartunk, hát akkor 50 évente visszajárhatna csettinteni. Tehát ez nem feltétlenül jelentene megoldást, vagy na, már nem emlékszem. Tehát ez nem egy ilyen, megnyomjuk a reset, az újraindítás gombot, és akkor minden ugyanúgy olyan ütemben, hanem most már sokkal gyorsabban nőne újra a népesség, akkor is, hogyha lefelezni. Hát, hogyha a lehetőség megvan rá, akkor természetesen ezt talán a múltkor említettem, lehet, hogy nem, hogy ha csak 2019-es 3%-os globális GDP növekedést nézünk, akkor ez azt jelenti, hogy a világgazdaság mérete 23, tehát bő 20 év alatt megduplázódik. Ez azt jelenti, hogy ehhez annyi energiára és erőforrásra lesz szükségünk, amennyire az ipari forradalom óta összesen. Na honnan vesszük ezt egy olyan világban, ahol folyamatosan az erőforrások kimerüléséről beszélünk? De hát az azért önmagában nem ilyen egyszerű. Egy másik példa, ha az exponencialitásról beszélünk, ugye ha egy petri csészébe egy baktériumot helyezünk, és ez percenként osztódik. 60. percben tele van a petri csésze baktériumokkal, aztán a múltkor beszéltük, hányadik percben lesz a petri csésze félig baktériumokkal, ugye ez az exponenciális növekedés, ilyenkor szoktak mondani 25-30 percet, az 59. percben lesz a petri csésze félig baktériumokkal. Na most, ha ezt visszatekerjük és kérdéssé formáljuk, akkor ki az az okos kis bacillus, aki átlátja a probléma léptékét, súlyosságát, gyorsaságát, amikor a petri csésze még 97%-ban üres, hol itt a gond? Az 55. percben. Na már most. Akkor feltételezve azt, amit elmondott, meg amiről beszéltünk, a 60. percben honnan, meg hogyan, azt most hagyjuk, de megduplázzuk az erőforrásokat. Még egyszer annyi erőforrást teszünk bele, mint amit addig felhasználtunk. Mennyi időt nyerünk vele? Egy percet. Még egyszer talán. Egy percet.
És ugye van a jégkockás hasonlat, ami hogy hogyan következik be gyorsan az olvadás. És itt gondolkodtam azon, hogy oké, most 8 milliárdan vagyunk, de akkor lehet, hogy 10 év múlva meg szor, nem tudom, másfél, vagy nem is tudom, hogy kell ezt számolni. Hát itt a növekedés üteme, ami egyébként valóban lassul, de, hát az ENSZ jelenlegi statisztikája alapján, ugye a 2030-as évekre érjük el a 9 milliárdot, és valahol az évszázad közepére a 10 milliárdot. Aztán ez valahol 10 és 11 között stabilizálódik, de hát ugye ez... És miért stabilizálódik? Akkora lesz a jólét, hogy már nem... Hát ez lenne az elmélet, hogy elérjük azt a színvonalat, ahol korábban említettük az a fajta individualista megközelítés és átállás a minőségre, a mennyiségről, ez bekövetkezik. Ugye ennek a jelei azért érzékeltők, csak mi is lenne ennek az ára, hogy ez az embertömeg, ez azon a színvonalon éljen, amin szeretne. Ez egyszerűen nem kivitelezhető. És hogyha csak az élelmiszerellátást nézzük. Hát a termőföld, mert sokszor beszélünk sokféle ásványkincsről, vagy természeti erőforrásról, de hát ott van a termőföld. A termőföldjeink 30, de inkább 40%-a már súlyosan degradálódott. Ez a szám az évszázad közepére már 90% fölött lehet. A FAO, ugye az ENSZ élelmezésügyi szervezete szerint az utolsó aratásokat, ha minden így megy tovább, a 2070-es évek elején fogjuk tudni lebonyolítani, mert utána nem működik, nincsen több termőföld. Természetesen lehet, hogy addigra végtelen energiánk lesz, és föld nélkül is tudunk termeszteni, de ez nem valószínű. De az hogy lehet, hogy hát sok mindent nem csináltunk az elmúlt évezredekben, de földet például műveltünk. Mi az oka annak, hogy miközben különböző technológiákkal művelték a földet, és gimnázium első osztály, első évfolyamán a középkornál megtanítják, hogy mi a vetésforgó, meg hogyan kell ugaron hagyni, meg stb. Szóval, hogy mi az oka annak, hogy ennyire rossz most a helyzet mégis? Hát alapvetően röviden tömören az ipari mezőgazdaság. A 19. század végén, 20. század elején jöttek ki erre a számítások, hogy a rendelkezésre álló termőföld, az körülbelül 3-3,5-4 milliárd ember eltartására alkalmas. Ezek a számítások helytállóak is voltak. Ugye mondtam, hogy 1974-ben értük el a 4 milliárdot. Csak akkor, amikor ezt kiszámolták, nem gondoltak arra, hogy a két világháború közt egy német mérnök páros feltalálja lényegében a műtrágyát. A műtrágya és a szénhidrogéneken alapuló ipari mezőgazdaság tette lehetővé a zöld forradalmat a 70-es években, ami lehetővé tette, hogy ennyi embert etessünk. Ez a fajta technológia, és ebbe beletartozik a szántás is, ami egyébként egy szörnyű dolog a talaj szempontjából. Tudom, hogy mi más tanultunk, de így igaz. És a túlzott kemikália és nitrogén foszfát felhasználás, ez egyszerűen tönkreteszi a talaj életet. És a talaj egy rendkívül lassan képződő valami, tehát a humusz, amivel bármit lehet kezdeni, az körülbelül 3 cm-t nő, ha békén van hagyva, 1000 év alatt. Ellenben nagyon gyorsan tudjuk koptatni. Tehát kimerítjük a talajt, az élet, az ásványanyagok szempontjából, ezt ma már, ezt a fajta ipari léptékű mezőgazdálkodást, ezt csak a fosszilis energiákra, a vegyszerekre és a műtrágyára támaszkodva tudjuk fenntartani, de olyan többszörösen visszük be ezeket az anyagokat a földbe, hogy azokat a növények nem tudják felhasználni, azok nélkül életképtelnek lennének, nem tudják felhasználni, ezért a talajba és a vízkörforgásba kerül. Nemrég olvastam egy New York-i tanulmányt, és teljesen más irányba vezet, de valahol azért mégis összekapcsolódik. Csecsemőkön végeztek egy ilyen kísérletet, vagy mielőtt bárki a fejéhez kap, tehát a köldökzsinórból levett vért vizsgálták, ez egy pár éves tanulmány, 50 000 vegyi anyagot találtak a csecsemők vérében és a placentában. Olyan vegyi anyagot, mikro, nanoműanyagokat, amiknek nem ott lenne a helye. Tehát nem véletlen az a
az a könyv, amit egy fantasztikus doktornő írt, a Countdown című könyv. Ő a 70-es évek elejétől nézi, hogy a férfiakban a működőképes termékeny spermiumok számát. Ő meghatározta az évet valahol 2045 és 47 között, hogy a fejlett világban ottan véget ér a történet, tehát funkcionálisan mi fogamzóképtelnek leszünk. Tehát az lesz a nagy sláger, hogyha akkor természetes módon születik meg egy gyerek. Persze ne higgyük, hogy a nőket az érintetlenül hagyja, mert egy jelenlegi korai 20-as éveit járó fejlett világban élő lány termékenységi rátája az körülbelül annyi, mint a nagyanyjáé 30-as évei végén, 40-es évei elején. Hát pont beszélgettem nemrég egy orvossal, aki elmondta, hogy a meddőség az szinte népbetegség, és ő azt mondta, hogy Magyarországon minden tizedik párt érint például mindez. És ugye akkor itt megint visszamehetünk a népesség növekedésre, hogy ezzel párhuzamosan a harmadik világbeli országokban úgy tűnik, mintha ilyen problémák nem lennének, ott viszont születnek a gyermekek. Alapvetően igen, és pont ezért gondolkodtató el, vagy legalábbis számomra elgondolkodtató, hogy ez a fajta zöld, sötétzöld ökomozgalom, hogy ne vállalj gyereket, és kasztráltasd magad, és mekkora bűn ez az egész a földre nézve, ez mind a fejlett világra jellemző, ahol egyébként drasztikusan csökken a népesség. Mert azért itt tehát eléggé összetett a probléma. Azt látnunk kell, hogy a harmadik világban, ugye beszéltünk erről korábban, ott erőforrás volt a gyermek és fogyóeszköz is. Ugyanakkor a második világháborúban megjelent a penicillin használat, ami több százezer katona életét mentette meg. Beindultak a nagy amerikai gyógyszergyárak, aztán hirtelen véget ért a háború, jaj, mi lesz a rengeteg gyógyszerrel. Nyilván ezen úgy segített az amerikai kormány, hogy átvette a gyógyszergyárakat, és elkezdte a világba, többek közt a fejlődő országokba is eljuttatni a gyógyszereket. Ennek az lett az eredménye, hogy drasztikusan lecsökkent ugye a gyermekágynyilázban elhunyt anyák, meg a korai gyermekhalában a gyermekeknek a halálozási aránya. De az nem jelenti azt, hogy ők kulturálisan letettek arról, hogy sok gyermeket kell szülni. Vagy például a Csányi professzor úr nagyszerű példája, az indonéz szigetvilágban él egy Dayak nevű törzs. Ott akkor vált férfivé egy gyerek, hogyha elment a szomszéd faluba, azt egy másik gyerek, majd egy fiú, hogyha elment a szomszéd faluba, és ott egy levágott gyerek fejjel jött vissza. Ettől vált férfivé, és ezért nyilván ez bele is volt kalkulálva, hogy azért, ha nagy számban hullanak el a gyerekek, még maradjanak is. Hát a 70-es évekre az ENSZ kitalálta, hogy ez csúnya dolog, és megbízta az indonéz kormányzatot, hogy tegyen valamit, ők katonákat telepítettek minden faluba, és közölték ők, hogy ilyet tesz, azt most lelövik. Meg is lett a hatása, véget ért a fejlevágás, de a szülési metódus az, hogy ennyit kell szülni a túlélést, az nem. Tehát a kulturális minták megváltoztatása az rendkívül hosszú idő. Viszont az, hogy Európában alig születik gyermek, vannak ilyen számok, hogy két szülőre mennyi, és ez pár éve még 1,3 volt, most meg már van, amikor nullával kezdődik ez a szám. Míg ez van itt, és akkor a fejlődő országokban meg ezek a számok sok esetben 3-4, meg még több, az mennyire okoz egyfajta ilyen egyenlőtlenséget a Földön, instabilitást, hogy a egyik kontinens nagyon tele lesz, a másik kontinens meg maximum akkor lesz tele, ha ide jönnek. Ebbe is fog következni mind a kettő. Azt látni kell, hogy a század közepére, második felére gyakorlatilag 9 ország fogja adni a népesség növekedés felét. Ebből 2 dél-kelet-ázsiai, az összes többi afrikai. Tehát mondhatnám, az aranytartalék, vagy a fekete aranytartalék, az bizony Afrikában van. Ott olyan léptékben nő, ugye ma jelenleg majdnem 2/3 a föld lakosságának Ázsiában él, ez meg fog változni. Tehát Afrika olyan léptékben veszi át a stafétát, amit most még el sem tudunk képzelni. És a legrosszabb ebben, hogy a előreláthatólag különböző okokból, de javarészt az éghajlatváltozás közvetlen hatása és közvetett okainak eredményeképpen pont azokon a területeken válik legélhetetlenebbé az élet, ahol a legnagyobb lesz a népesség növekedés. Tehát egyszerűen nem marad
az emberek, mármint életben maradó emberek többségének más lehetősége, mint hogy útnak indul. És ezt nyilván nagyban segíti a mai technológia, mert nem elképzelniük kell valami távoli, hanem látják, hogy mi hogy élünk, meg az ideért kollégáik hogy élnek, és amikor megint... Meg beírják a Google Maps-be az úti célt. És... Igen, hát, igen, de megint Csányi professzor urat idézem, tehát ha nagyon gyorsak lesznek a változások, akkor nem 10 és 100 000, hanem 10 és 100 milliók fognak felénk jönni. És ez a szám bőven elég ahhoz, hogy ha milliók pusztulnak el útközben, akkor is kellően sokan fognak ideérni ahhoz, hogy annak meglegyen a hatása. És azt már nem lehet rendőrségi erőkkel a határon feltartóztatni, vagy kerítéssel? Azt ilyen módon nem lehet. És ezt szerint tudom, hogy nem jós, de ez mikor következhet be? Holnap, vagy jövőre, vagy 10 év múlva, vagy? Hát ez folyamatban van, és erre mondom én azt, amit az elején is mondtam, hogy azért ebben is vannak olyan folyamatok, amik tudatosan gerjesztik ezt, pro és kontra mindkét oldalon, ez tény és való, de hát maradjunk abban, hogy ez a fajta óriási lökés, ez bármikor bekövetkezhet, mert hát minden ahhoz képest sok vagy rossz, ami eddig volt. Arról nem tudunk nyilatkozni, ami ezután vár ránk. De hogy az elkövetkezendő 30 évben valamikor ez valószínűsíthető, az biztos. Van-e olyan pont, amikor tényleg ki lehet tenni a földre a megtelt táblát? Sokan vagyunk, túl sokan vagyunk, többen ne jöjjenek. Hát bizonyos szempontból ez bekövetkezett, de itt megint a fő kérdés nem a hányan, hanem a hogyan. És a jelek nem arra mutatnak, már csak önmagunkat idézzük az előbb, ugye az elvándorlás és a migráció kapcsán, hogy a fejlődő országban élő tömegek olyan nagyon jól elvolnának, és tulajdonképpen nem is vágynának arra, sőt, még mi is arra gyúrnánk itt, hogy lehetőleg minél minimalistább életet éljünk. Nem arról van szó, ugye ez a homo sapiens kognitív működéséből ered. Ugye a rövid távú haszon maximalizálásából, ide nekem mindent most kitárgyaltuk, platform. Ebből vélelmezhető, hogy a harmadik világban élő tömegeknek is egyértelműen az a célja, hogy jól éljenek, és ez mindent meg fognak viszont tenni. Viszont ezt kulturális szemlélet formálással nem lehet valahogy mégiscsak őket nevelni? Hogy azt mondani, hogy nézzétek meg, mi történt Európában, itt vannak a rossz példák, előttetek, még előttetek van a fejlődés lehetősége, most egy tudatos fejlődést kell, vagy ez teljes utópia? Amit én így nem bélyegezném meg, de ahogy azt korábban is mondtam, hogy ez egy rendkívül időigényes folyamat, az biztos. És nyilván sok minden egyebet igényel az idén kívül. De ahogy ezek az embertömegek, meg egyébként majd mi is, csak ugye nem mindegy honnan, ahogy ez az embertömegek csúsznak lefele a Maslow-i piramison, és egyre inkább a napi szükségleteik jelentik a fő célkitűzéseiket, hát akkor ilyen hosszú távú ideákkal megfogni őket, de nem az, hogy nekik milyen jó lenne akkor, ha, hanem akár azzal, hogy emberek, ha ez így megy tovább, ez a bolygó élhetetlen lesz, hát hol érdekli az őket, mikor a konkrét feladat az az, hogy ma ne halljanak éhen, vagy a gyereke ne halljon éhen. Megint itt tartunk homo sapiens, ennek van prioritása, az összes többi az mellékes dolog. Említette a szándéknak a kérdését, hogy ki miért gyűjti szelektíven a hulladékot és egyebek. És a klíma, nem tudom, a klímahiszti szót lehet-e használni, de hogy a klímakatasztrófától való félelem kapcsán viszont rendszeresen hallom ugyanezt, hogy túl sokan vagyunk, egy minőségi ember cserére lenne szükség, olyan emberekre lenne szükség, akik megtermelik a földnek a javait, és mellette normálisan élnek, és hogy itt merül fel bennem ez a kérdés, hogy látja, hogy lehet-e arra szándék, hogy az emberiségnek a gondolkodásmódját akár megváltoztassák, akár nem a gondolkodásmódját, hanem a viselkedését különböző szabályokkal, kötelező rendszerekkel kordában tartsák, és jónak találja ezt, mert én a jónak találja-e ezt, mert én egy kicsit a klíma aktivistáknál is azt érzem, hogy nyilván sokszor lényeges problémákat feszegettek, de ilyen diktatórikusan próbálnak rámerőltetni olyan szabályokat, amiről egyébként nem kérdeznek meg, hogy én akarom-e azt csinálni, és értem, hogy a legfelső jóért néha be kell áldozni a saját kényelmünket, csak melyik a fontosabb, a szabadság, vagy az, hogy túléljük.
meg egyáltalán mi is a szabadság az, hogy azt teszem, amit akarok, vagy hogy nem kell megtennem, amit nem szeretnék. Van egy különbség a kettő között. Igen, paradicsomleves sajtszósz, de érthető a hozzáállásuk, ezzel együtt én azt gondolom, hogy ezek alapvetően azért idealisztikus célok, meg megközelítések, mert pont a valóságot hagyják figyelmen kívül. Én azt tartom valószínűnek, erről talán beszéltünk is a múltkor, Jordan Petersont idéztem, hogy, és megint csak ott tartunk, hogy ezzel is csak siettetjük és rontjuk a rendszert, de adhok megoldásokhoz fognak folyamodni a vezetőink, és ha másképp nem megy, akkor majd meg leszünk regulázva, mert hiszen globális vészhelyzetet kell elhárítani, és az másképp nem megy, mint hogy megmondjuk, hogy így kell csinálni, ha nem érted, hogy így kell csinálni, akkor nem érted, hogy ez jó neked, akkor te B-kategóriás leszel, azt senki nem szereti. Erre mondtam, hogy egy olyan techno-autoriter irányba fog elmenni, én úgy gondolom, a világ, és ugye a technológiai eszköz meg is lesz, hogy mindenkinek mindenébe belenézzenek, ami ebbe az irányba viszi el a folyamatokat. De akkor ön szerint ez már nem nemzeti politikai szinten fog eldőlni? Hát ott fog lecsapódni, ez nem kérdés, de alapvetően egyre kevésbé. Tehát ez, mivel ez egy globális probléma, ezért globális megoldások kerülnek majd az asztalra, de hát itt van az Európai Unió, hogy megmondja, hogy mit, hogyan kell csinálni, meg mikorra kell betiltani a dízelautót, mert az úgy nem jó. Ezzel egyébként egyetért? A dízelautó kérdésével? Betiltásával. Hát ezt nem nekem kellene kifejteni, de ez egy nagyon komplex probléma. Nem. Ilyen adhok módon nem. Tehát önmagában sajnos, ha a teljes élet útját nézzük a járműnek, akkor bármilyen hihetetlen, egy teljesen elektromos autónak a karbonlábnyoma az jóval nagyobb, mint egy dízelautói. Főleg, ha leadják az akkumulátort. Hát arról nem is beszél, hogy azzal mi lesz, de a gyártás folyamatában, az energiaellátás folyamatában, hát azért ne felejtsük el, hogy amivel úgymond feltankoljuk árammal, annak is globális szinten 85%-a annak az áramnak fosszilis energiahordozókból ered. Na akkor végezetül egy utolsó kérdés, ami talán össze is köti az előző adásunkat és a mai témánkat, hiszen az előző adásban azt mondta, hogy a 30-as évek lesznek a, vagy hogy ez az utolsó normális évtizedünk, és a 30-as évektől... Ezt majd pontosítom. Jó, és most pedig a túlnépesedésről beszélgetünk, és az előző adáshoz is érkeztek hallgatói kérdések is, meg engem így személyesen is kérdezgettek, hogy ha ilyen a jövőkép, akkor érdemes-e egyáltalán gyermeket vállal? És hogy vajon, ha gyermeket vállalunk, akkor két oldalról is felelősök vagyunk, egyrészt a gyermek jövője szempontjából, másrészt ugye a túlnépesedést ismerve a föld szempontjából is. Szóval, hogy látja ezt a kérdést? Igen, akkor kezdeném az egyszerűbbik részével a pontosítással. Azt mondtam, hogy valószínűleg ez lesz az utolsó olyan évtized, mármint a 20-as évek, ami még inkább hasonlít azokra az évtizedekre, amiket magunk mögött hagytunk, mert a következőre ez már kevésbé lehet igaz. Ebből lett a címa 2030-as évekre várható a világ összeomlása, amit egyébként én személy szerint nem gondolok, de az valóban egy a maihoz, meg az előttünk álló évekhez képest ez egy jellemzően nagyon más világ lesz a 30-as évek. Ez egy nagyon komoly dilemma, egy nagyon nagy kérdés. Befektetési tanácsadás címen szokták tőlem az emberek kérdezni, hogy akkor ennyi meg annyi vagyonuk van, azt akkor mire költség? Hát honnan venném én a bátorság, hogy ezt mondjam? És akkor ezt fejelni meg egy hölgy, amikor odajön, és azt mondja, hogy igen, ő mindent meghallgatott, amit én elmondtam, most mondjam meg neki, hogy akkor ő szüljön, vagy ne szüljön. Hát ember felelősen ilyet nem vállalhat magára. Én ezt nem mondhatom meg senkinek. Térjünk vissza a szelektív hulladékgyűjtéshez. Azért tegye, vagy ne tegye, mert ezt érzi helyesnek. A család egy nagyon fontos egység, és akkor maradjunk abba így lezárásként, hogy erre talán a múltkor is utaltam, hogy a valóság kibontja magát előttünk, és egyre világosabbá válik az emberek tömegei számára, hogy egyre többen fognak kétségbeesve a kérdéseikkel fordulni hozzánk, és hogy akkor hányan leszünk, akik számíthatnak a másikra, az kulcsfontosságú lesz. Itt a család, a barátság és a fizikai közelség szerepe nagyon meg fog nőni. Tehát, hogyha
egy megfelelő családmodellt tudunk kialakítani, vagyis a szükségletét tudjuk biztosítani a gyereknek, ami nem túl sok, én azt gondolom, hogy száraz meleken aludjon, biztonságban legyen, mit ennie, innia, és szeressék. Tehát a szeretetben tudunk nevelni egy gyereket, akkor miért ne? Mert egy olyan kis közösséget hozhatunk létre, ahol megvalósulhat egymás támogatása, és valóban, hogy az, hogy hányan leszünk, akik számíthatnak a másikra, ez rendkívüli fontossággal fog bírni. Stumpf Bíró Balázs, köszönjük szépen. Én köszönöm a lehetőséget. A kedves hallgatóknak is köszönjük a figyelmet, és hogyha többet szeretnének tudni Balázsnak a munkásságáról, vagy akár a mély alkalmazkodásról, a videónk leírásában megtalálják az általa üzemeltetett Facebook csoportnak a linkjét, illetve a Betyáros Világ podcastnek az elérhetőségét, és minden olyan tartalmat, ami ezzel kapcsolatos, vagy legalábbis a tartalmaknak egy részét. Köszönjük szépen a figyelmet, ha még nem tették, akkor arra kérjük önöket, hogy iratkozzanak fel a csatornánkra, és nyomjanak egy like-et erre a videóra, hiszen akkor egyre többen és többen fogják nézni, meg egyre több emberhez fog eljutni. Köszönjük a figyelmet, viszont hallásra, viszontlátásra. Köszönöm szépen. Én köszönöm.